A tanévet követő első szünidei héten, június 17-én nyitottak a diáktáborok. Megmutattuk a városi tulajdonban lévő szigligeti üdülőbe indulók első csoportját. Jártunk a Kisvakont, Sóstúj területén is a sporttáborban, hogy tovább ne is folytassam. És most vége. Bár van még egy rövid idő a vakációból, sőt Szigliget augusztus 17-éig fogad fiatalokat. Az idejében újdonság volt az e-sporttábor, amely kiegészítette a szőlőskerti focitábort, az idegennyelvű táborokat, a falumúzeum, a Kisvakont, az úszótábor, tehát megmaradtak a klasszikus táboraink, amelyek már évek óta bejáratottak, és olyan kereslet volt iránta, hogy kérték és támogatjuk, hogy az e-be a sporttábor beindulhasson. Nagyon nagy segítség a szülők számára, akinek kisgyereke van, az tudja, hogy nyáron szabadságot kell kivenni a nagymama, de még lehet, hogy az sem elég, hogy meg tudjuk oldani a gyermek tartalmas nyári szabadidő eltöltését. 16 ezer forint közeli önköltség jár, csak a második turnustól kell a családoknak fizetniük, az első héten csupán az étkezési díjat, 2700 forintot. A lehetőség és a kedvezmények a nyíregyházi és helyi általános iskolába járó diákokat illetik. Az idei esztendőben is több mint 20 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésünkben, hiszen az elsődleges irányvonal, hogy a tábor díjmentes, első turnusban mindenképpen. Tehát nem kell fizetni gondozási vagy táborosztatási díjat. Étkezésért igen, viszont akinek évközben mentessége van, vagy pedig 50%-os térítési díjat vesz igénybe, ezt viszi magával nyáron is, a táborban sem kell fizetni. Az önköltségi árat, ami közel 16 ezer forint, akkor kérjük el, hogyha van lehetőség, van kapacitás, és valaki második turnust kér, azért már fizetni kell, ez előfordulhat, de alap az, hogy a tábor díjmentesen biztosítjuk. A tapasztalatok szerint a gyerekek is igénylik a társaságot, a tartalmas nyári napokat, új barátságok születtek, persze, hogy az iskolások várják a jövő nyári találkozást. A szünidei táborozás tehát augusztus 17-én Szigligeten zárul, folytatás jövő júniusban.